Négy és fél éve 760 károsult várja, hogy ítélet szülessen a kumediátor ügyben, amit a koronavírus járvány nagyon lelassított. Az úgynevezett Kun Mediátor ügyben, a Jász -nagy Kun Szolnok megyei főügyészség 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, két rendbeli sikkasztás és számvitelrendje megsértésének büntette miatt emelt vádat, D. Sándorné vádlottal szemben, aki a vádírat szerint a Kun Mediátor Kft. önálló képviseleti jogosultsága rendelkező képviselőjeként az ügyfeleit tévedésbe ejtve, a cég 15 éves működés alatt. Összesen 12 milliárd forintot meghaladó kárt okozott. Az ítélkezési szünet előtt újabb hat napon át folytatódik a KUN mediátor ügy tárgyalása a Szolnoki törvényszéken. A Szolnoki törvényszéken 2021. június 1-én, 8-án, 15-én, 22-én, 29-én és július 6 napján tovább is értettek tanúkénti kihallgatásával, Iratismertetéssel, illetve szakértő meghallgatásával folytatódik az úgynevezett kunmediátor ügy tárgyalása. A bíróság, ahogyan eddig is, valamennyi napra egésznapos tárgyalást tűzött ki. A Jász Nagykuszolnak megyei főügyészség 2017. június 7-én 767 rendbeli üzredszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, kettőrendbeli sikkasztás és számvitelrendje megsértésének büntette miatt emelt vádat a vádlottal szemben, aki a vádirat szerint a budapesti székhelyű Kun Mediátor Kft. önálló képviselti jogosultsággal rendelkező képviselőjeként az ügyfeleit tévedésbe ejtve a cég 15 éves működése alatt összesen 12 milliárd forintot meghaladó kárt okozott. Az ügyészség az 1700 oldalas vádiratban 234 tanú kihallgatására és további csak nem 500 tanú nyomozás során tett vallomásának felolvasására tett indítványt, a nyomozati iratok terjedelme meghaladja a 60 ezer oldalt. Az ügyben az eddig megtartott 72 tárgyalási napra összesen 246 tanút idézett a bíróság, közülük azonban csak 158-an jelentek meg a bíróságon, 88-an, azaz a harmaduk szabályszerű idézés ellenére távol maradt. A megjelent tanúkat a bíróság kihallgatta, ami a büntető ügy jellegéből fakadóan, tanúként átlagosan egy-másfél órát, idáig összesen több mint 250 órát vett igénybe, a meg nem jelenteket pedig újabb tárgyalásra kellett visszaidéznie. A bíróság emellett idáig 281 tanú nyomozás során tett vallomását ismertette. Az ügy vádlottját a szolnoki törvényszék 2012. december 10-én az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig bűnügyi felügyelet alá helyezte és a mozgását nyomon követő technikai eszköz viselésére kötelezte.